amikor egy beszélgetés vagy bármilyen kontextus során szóba jönnek az apokrifek, akkor mindenki kicsit más gondol a dolgokról. Vannak, akik szerint ezek a Bibliából jogtalanul kitagadott fejezetek, amik ugyanannyit értnek, mint minden más, sőt, vannak, akik szerint többet. És persze van az a tábor, akik szerint ezek elátkozott és az ördögtől való írások. Na meg persze a kettő között bármi egyéb dolog is feltűnhet a vélemények buborékjai között. Ami viszont biztos, az az, hogy az apokrifek egyike sem szolgálta az egyház érdekeit, és ezeknek az apokrifeknek egy jó nagy szeletét, hát kiteszik Énok írásai. Nos, üdvözlök mindenkit! Ha nem tudod, hogy mi ez a videó, akkor kérlek, nézd meg a keresztény mitológiáról szóló sorozatunk bevezető részét. Továbbá, ahogyan ki lehetett találni, ez a videó egy apokrifről fog szólni, így ha mélyen hívő keresztény vagy, az ilyenek lehet, hogy érzékenyen érinthetnek téged, csak gondoltam szólok. Ha tetszenek a tartalmaink és szeretnél támogatni minket nagyjából 400 forinttal, a Ko-fi oldalunkon megteheted, ennek a linkje ott van a leírásban. Na de nem is húzom tovább az időt, kezdjük a videót! Énokról a Biblia a mai formájában, hát ilyen csak keveset mond. Egészen pontosan azt tudhatjuk meg róla, hogy az egyik, ha nem az első zsidó próféta volt, és hogy valamiért Isten magához szólította őt egy ponton. Ennyi és nem több. És hát ez így igencsak szegényes, főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy rengeteget írt az ókorban, és hogy a korai judaista közösségekben, továbbá a régi keresztények között nagyon nagy tiszteletnek örventek az írásai. Mára viszont nagyon-nagyon kevesen tudnak egyáltalán a létezésükről is. Magyar nyelven például nem sok értelmes forrást találtam. A videóhoz angol nyelvű forrásokat kellett használjak éppen ebből azokból. A keresztény egyház a középkor folyamán, mikor felállították már a bibliai kánont, igyekezett az abból eltávolított Énokot teljesen kitörölni az emberek tudatából, legalábbis Európában, és többek között ezért nem tud most senki arról, hogy létezett egyáltalán ez az írás. Én is akkor találkoztam az alakjával, mikor egy dél-magyarországi erdőtúrán egy erdő széli faluba botlottunk, ahol hát egy Énok szekta telepedett meg az elmúlt pár évben. Ez a dolog viszont azon kívül, hogy a maga módján iszonyatosan para volt, felkeltette a kíváncsiságomat, és gondoltam alaposan utána járok annak, hogy ki is volt ez az Énok, és hogy mi ez az egész szektás dolog körülötte. Tényleg egy tipikus szektás falut kell elképzelni, a házakra különböző latin idézetek voltak felfestve, meg néhány énokos festmény, meg ilyenek, de mindegy, nagyon megfogta a kíváncsiságomat ez az egész. Nos, a Bibliában történt pár említésén kívül Énoknak nem kevesebb, mint 3 könyve volt, amelyekben a próféta lét nagy dolgait, Isten parancsait, különleges utazásokat, meg mindenféle hasonlót írt le, de kezdjük az elején. Ami a legfontosabb dolog az az, hogy ezek a szövegek nagyjából 2300 éve keletkezhettek, de az is lehet, hogy sokkal előbb, továbbá, hogy Énok maga össze-vissza írta a dolgait, aztán jóval a halála után zsidó közösségek lefordították és összegyűjtötték az írásokat. Éppen ezért Énok könyvei amolyan novellás vagy verses kötet formában maradtak meg, kissé összeszedetlenül. Énok könyveinek a legkülönlegesebb lényei talán a Watcher nevű lények. Isten valamiféle különleges teremtményei, akikre a leggyakrabban bukott angyalokként hivatkoznak. Hát ugye az, hogy Watcher, az az angol nevük, magyarra talán figyelőkként lehetne őket lefordítani, és én is így fogom hívni őket, tekintve, hogy nem találtam értelmes magyar fordítást vagy magyar tartalmat ebben a konkrét témában. Ezek a figyelők hát elég sok dolgot csináltak, de ami a legfontosabb az az, hogy olyan dolgokat tanítottak az embereknek, amik kifejezetten Isten parancsai ellen szóltak. Isten ugye hát mindenkit szeret, ő maga a jóság, így a háborút és a vérontást nyilván nem kedveli, de egy angyal a figyelők közül, nevezetesen Azael, kardokat kovácsolt, páncélokat és pajzsokat készített, amiket aztán az embereknek adott, hogy harcra és háborúra tanítsa őket. Ami azonban igazán kiveri a biztosítékot velük kapcsolatban, az az, hogy ezek a figyelők emberi nőkkel háltak, amelyből aztán a Nephilim nevű angyali lények születtek, akik amolyan rontást hozó rossz lények Énok könyveiben. Egyébként
az, hogy voltak ilyen isteni lények, akik emberekkel háltak, ez benne van a Bibliában, csak az nem, hogy ezek itt a nagy figyelők, meg hogy mit csináltak konkrétan, meg ilyenek, nem mindegy. A Nephilim nevű angyali lények aztán a szüleikkel együtt emberek között éltek, és hatalmas vérontásokat rendeztek közöttük. Megtanították őket fekete mágiára és hasonlókra, amelynek végül az lett az eredménye, hogy korai istenfélő emberek egy csoportja összegyűlt, Istenhez imádkoztak, ő pedig a négy arkangyalt leküldte a földre, hogy helyrehozzák, amiket a figyelők és Azrael tönkretettek. Ez így egy eléggé durva sztori, ha belegondoltok, és részletesen taglalja, hogy hát Isten nagyon könyörtelenül megbüntette ezeket az angyalokat. Na és itt jön be a képbe Énok, mint próféta és mint jeles alakja a történéseknek. Őt ugyanis maga Isten jelölte ki arra a feladatra, hogy szóljon a figyelőknek, hogy rossz, amit csinálnak, és hogy a közelgő végzetükre figyelmeztesse őket. Ő egy amolyan halálhírnök volt, aki azért jött ezekhez a figyelőkhöz, hogy szóljon nekik, hogy a halálotok elkerülhetetlen, Isten súlyosan meg fog titeket büntetni, és örök szenvedés vár rátok. Képzelhetitek, hogy az ilyen jellegű lények mégis mit gondoltak róla. Énok végül is ezt az egészet meg is teszi, ugyanakkor nagyon sokat írt le arról, hogy az ítéletnap végül milyen is lesz, és hogy mi lesz az utolsó elszámoltatáskor. Ezek az apokaliptikus írások még talán a Jelenések könyvénél is durvábbak, ami magában is egy egészen erős téma. És egyébként az apokrifek között nagyon sok ilyen különböző brutális ítéletnap leírás van, hát Énok leírásai csak az egyikek ezek közül. Ezek a dolgok nagyban arról szólnak, hogy az emberek, mármint a bűnösök, hogyan lesznek megbüntetve a végítélet napjain, és hogy hogyan fog Isten minden szabad akaratból eredendő rossz dolgot helyre tenni. Ami érdekes az az, hogy Énok könyvei említést tesznek egy mennybéli végítéletről is, tehát az ő meglátásában Isten nem csak a Földön, de a mennyben is ítéletet fog mondani, és azokat az angyalokat, akik fellázadtak ellene, vagy bármikor is megszegték a parancsait, kíméletlenül meg fogja büntetni. Énok könyvei alapján az az egy dolog szinte biztosan állítható, hogy szerinte az angyalok rendelkeztek valamilyen szabad akaratra hasonlító dologgal, továbbá néhány harmadik könyvebeli utalás azt sejteti, hogy Isten nem azonnal büntette meg azokat az angyalokat, akik fellázadtak ellene, továbbá, hogy volt lehetőségük ezt az egészet jóvá tenni. Na már most, a fent felvázolt dolgok már magukban elég alapot szolgáltatnak arra, hogy valakinek az írásait apokrifnek nyilvánítsák, ám fontos megemlíteni még azt is, hogy Énok utolsó könyvének írásai arról számolnak be, hogy mikor Isten magához hívta a jó munkát végzett prófétát, ő látta Metatron arkangyalt, továbbá bizonyos értelmezések szerint részben egyve olvadta tudata vele. Ez pedig már az Isten káromlás, vagy legalábbis a vallás megszentségtelenítésének így a határán mozog. Ez a próféta a csodás utazásai során továbbá még a pokol egy részét is meglátogatta, egy óriási tátongó szájra hasonlító szakadékot figyelt meg, amelybe Isten a figyelőket fogja bezárni az örökké valóságig, ahol aztán iszonyos szenvedéseken mennek keresztül. Érdekesség, hogy a korai zsidó iratokban a pokol még nem létezett, mármint, hogy ez egy ilyen utólag a zsidó elképzelésekbe beletoldott valami, de mégis ezek az írások eléggé erősen arra hajaznak, hogy már ekkor ismerték a pokol koncepcióját, és hogy nagyon is erre akart utalni Énok. Viszont ez az egész angyalos, bezárós történet, úgy, mint a figyelők maguk, később abszolút kiestek a keresztény kánonból, és így Dante isteni színjátékában sem szerepeltek. Annak, hogy Énok miért lett kitagadva a bibliai kánonból, a pontos okát nem tudom, de nagyon valószínű, hogy azért, mert főleg büntetésekről, az angyalok megkérdőjelezhető cselekedeteiről és egyéb olyan dolgokról írt, amik a keresztény mitológia összességét súnyán festhetnék le. Tehát most azok, amiket így elmondtam nektek, tényleg eléggé brutálisan, meg ilyen nagyon összeszedetlenül hangzanak, olyanok, mint egy ilyen nagyon durva trip, és valószínűleg a középkori keresztény egyház nem akarta, hogy ilyen dolgok szerepeljenek a Bibliában. Emellett viszont, ami nagyon érdekes, az az, hogy a mai afrikai ortodox egyház, főleg Etiópiában, nagyon is tiszteli Énokot, és az ő könyvei az ottani bibliai kánonnak nagyon is részei.
az a keresztény közösség viszont nagyon elszigeten él a többi egyháztól, így Énok írása egy olyan titkos tudás maradt nagyon-nagyon sokáig. És végül ebben a videóban ennyit szerettem volna mondani. Nem ez a videó az a nagy projekt, amiről beszéltem korábban. Van itt egy tényleg nagy videótervben, ami készül a háttérben, és mikor ezt a videót írom, nagyjából kerek 2 perc van belőle kész. Igyekszem rajta a lehető legtöbbet dolgozni, továbbá a Ko-fi támogatóink láthatnak majd belőle részleteket ott is. Ha érdekel az ilyesmi, fontold meg a támogatásunkat, csak 400 forintról van szó, és extrákat is kapsz mellé. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, remélhetőleg hamarosan találkozunk. Darkest voltam, sziasztok!